Volt fesztiválban a legjobban azt szerettem, hogy kiváló emlékeim vannak róla. Finom, olcsó és rendkívül sok gyönyörű emlékem fűződik hozzá. Kutya. Ül. Minimum 4 legyet ütünk egy csapásra, hiszen kultúra, bulizás, közösségi együttlét, hát mondjuk az már nem csak a bulizás, az egy másik történet is, és a természet. Tehát annyira fantasztikus helyen van a Volt Fesztivál, hogy a sok városlakó gyermek végre megtapasztalhatja azt, hogy milyen az igazi természetben való együttlét, lazítás. Ül. Egy időben mindig esett az eső, ezért volt, hogy gumicsizmát húztam. Ott vettem Sopronban az első esőköpenyemet és a legjobb gumicsizmámat, amit azóta is hordok, amikor horgászom. Újra velem lesz, mikor megyek a Volt Fesztiválra. A Volt az valószínűleg azért jó, mert ott még lehet dumálni. Meg az ember leül a borfaluban, találkozik ismerősökkel, meg a Berkel, ott mindenféle lökött játékokat csinálunk és nagyokat röhögünk. Nekem azért volt nagy élmény a Volt Fesztivál, mert láttam a Marilyn Manson smink nélkül, amit szerintem nagyon kevesen mondhatnak el magukról. És én azért szeretem még borzasztóan a Volt Fesztivált, mert innen már csak néhány kilométerre van a szabadság. Nagyon cuki, kicsit elhízott, kicsit rogyant öreg úr smink nélkül. Még szeretem a Volt Fesztiválban azt, hogy sokan vannak és éneklik a számainkat. És még azt is nagyon szeretem, hogy ott aludtam és olyan dolgokra emlékszem, amit nem mondok el senkinek. Nagyon örülök, hogy ennyire sok nagyszerű magyar fellépő kap lehetőséget, emellett pedig itt lesz az Asian Duck Foundation, a Deladap, a Parov Stellar, a Noelvag. Szeretném felhívni a figyelmet a Gangsta Zoli és a Kartel koncertjére, az idős művész visszatért. Állítólag most Korda György feldolgozásokat fog előadni, de ebben nem vagyok egészen biztos. A Dub FX az tavaly jó volt, azt megnéztem volna idén is, de majd jövőre. Egészen biztos, hogy ott leszek a Queenben, ott leszek a Kis Csillagon, 30Y-on, nagy valószínűséggel. Balkán Fanatic Anima Sound System az úgy benne van a csomagban. Tavaly bejött úgy, hogy Parov Stellar az idén is lesz. Nagyon várom a Magashegyi Undergroundot, mert ők az egyik kedvenceim itthon. Lehet, hogy egyszerűen eltekszem a Soproni Borok társaságában, és hallgatom a Kerekesben, de csak a Harcsa Veronikát. Szeretem nagyon a helyszínt. Nem, azért tényleg jó fesztivál nagyon.